A Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A magyar gazdaságpolitika sikereinek tartó pillérei a versenyképessége, a munkaalapú gazdaság, a családpolitika és a bevándorlás elutasítása, mondta mai budapesti sajtótájékoztatóján Lázár János, a miniszter hozzátette, ha beengedjük a migránsokat, akkor a 10 000 számra érkezők ellátására kell majd fordítani a meglévő forrásainkat. A mai kormányinfón Lázár János összefoglalta, hogy az előttünk álló országgyűlési választásoknak gazdaság értelemben milyen tétje van. Kifejtette, a cél a 4%-os gazdasági növekedés a következő években, úgy, hogy az államháztartási hiány folyamatosan csökkenjen. A miniszter hangsúlyozta, a kormányzat úgy alakította ki a költségvetést, hogy azt nem befolyásolhatja a választás ténye, tehát a Fidesz nem gondolkodik választási költségvetésben. Az a várakozásunk van a gazdasági miniszter beszámolója alapján, hogy 2018-ban 2,3% lesz a költségvetési hiány, és 4%-os lehet a bővülés. Ha 4%-os a bővülés most és a következő években, akkor a magyar munkaadók számíthatnak a járulékok folyamatos csökkentésére, a munkavállalók számíthatnak a béremelésre, és a minimálbéresek is számíthatnak a folyamatos minimálbér emelésre. A 4%-os gazdasági bővülés a folyamatos nyugdíjemelés és nyugdíjprémium lehetőségét is meg fogja alapozni. Ha 4% a gazdasági növekedés, akkor természetesen a családoknak járó adókedvezmények is biztonságban vannak. A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány 2022-re szeretné elérni a teljes foglalkoztatást. Lázár János felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Bizottság hazánkról szóló jelentéséből kiderül, hogy Magyarországon 2017-ben rekordnagyságú, több mint 73% volt a foglalkoztatás, amelyre az elmúlt 30 esztendőben soha nem volt példa. Az elmúlt hetek hideg időjárása és a magyar gazdaság jelenlegi helyzete miatt újabb téli rezsicsökkentést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán. Minden család 12 000 forintot jóváírhat a gázszámlájából. A kedvezmény a távfűtést használók is igénybe vehetik. A hagyományos módon szénnel vagy fával tüzelők esetében pedig 1 milliárd forinttal megnövelik az erre a célra szolgáló szociális keretet. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be Facebook videójában. Az elmúlt hetekben rendkívüli hidegeket szenvedtünk el Magyarországon. Megnőtt a családok gázfogyasztása, és így megnőtt a rezsiszámla is. Ezért most egy téli rezsicsökkentésről döntöttünk. Minden család 12 000 forintot jóváírhat a gázszámlájából. Akik nem gázzal fűtenek, hanem távfűtést vesznek igénybe, számukra ugyanezt a mértékű jóváírást fogjuk biztosítani úgy, hogy Kósa Lajos miniszter urat megbíztuk, tárgyalja ki ennek konkrét részleteit az önkormányzatokkal. Akik pedig hagyományos módon fűtenek, szenet vagy fát használnak fel, az ő esetükben megnöveljük az erre a célra szolgáló szociális pénzügyi keretet 1 milliárd forinttal, és Pintér Sándort bíztuk meg ennek az intézkedésnek a végrehajtásával. Orbán Viktor bejegyzésében azt is elmondta, a gazdaság 4%-os növekedése és a jelenlegi helyzet lehetőséget ad arra, hogy a kormány ismételten 10 000 forintos Erzsébet utalványt osszon ki a nyugdíjasoknak. 11 jelölt neve szerepel majd a szavazólapon a 4-es körzetben az április 8-ai országgyűlési képviselőválasztáson. A listán az első helyen a Fidesz-KDNP jelöltje Lázár János neve szerepel majd. A helyi választási bizottság hétfőn sorsolta ki azt a sorrendet, amely szerint a jelöltek a szavazólapon szerepelnek majd az április 8-ai országgyűlési képviselőválasztáson. Ekkor a sorsolásban azok a jelöltek vettek részt, akiket a bizottság nyilvántartásba vett, vagy akikről még nem döntött, de kérvényezték a nyilvántartásba vételüket, illetve azok is, akiknél a nyilvántartásba vétel visszautasítása még nem volt jogerős. Az akkor még 14 nevet tartalmazó lista mostanra 11-re csökkent, mivel Dömötör Anikó, Kolompár, Miklós és Jankó Imre nyilvántartásba vételét visszautasította a bizottság.
Az új lista következő sorrendben szerepelteti majd a jelöltek neveit. Első Lázár János Fidesz-KDNP, második Szimandlé Nagy Ibolya Összefogás párt, harmadik Szimandl János Családok pártja, negyedik Rója István MSZPPM, ötödik Kis Attila Jobbik, hatodik Pongrácz Gergely LMP, hetedik Farkas Tamás Magyar Kétfarkú Kutyapárt, nyolcadik Szimandl Tamás Magyarországon élő dolgozó és tanuló emberek pártja, 9. Nagy Gyula Imréné, Magyar Munkáspárt, 10. Kaszab Zsolt, Sportos és Egészséges Magyarországért párt, 11. Jakab Tamás, Momentum Mozgalom. A választási bizottságba két jelölő szervezet kérte képviselőinek delegálását hétfőig. A Fidesz Nagy Attila, a Jobbik Szabó Róbert taggá avatását kérte. Azóta kiderült, hogy Kovácsné Horváth Zsuzsanna, a Magyar Szocialista Párt és Párbeszéd Magyarországért párt delegáltja is tagja lesz a választási bizottságnak. A Hóvirág utcai bölcsödét, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ épületét már korszerűsítették, a jövőben pedig a Kovácsköri Időskorúak Otthona is megújulhat Hódmezővásárhelyen. A megvalósult és az esedékes, szociális szférát érintő fejlesztésekre összességében közel 1 milliárd forint jut. Először látványosan az egyesített bölcsöde Hóvirág utcai épülete alakult át. Az intézmény 2010-ben új szárnyal bővült, valamint elvégezték hőszigetelését, akadálymentesítését és teljes körű belső felújítását is. A területi operatív programból mindezekre 200 millió forintot költöttek. Ugyancsak ebből a pályázati forrásból 180 millió forint felhasználásával újult meg a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. Az Andrássy utcai épület patinája megmaradt, de a mai kor igényeinek megfelelően új funkciókat is kapott. Közben újabb intézmény is megérett a korszerűsítésre, az időskorúak otthonának fejlesztése várhatóan nyáron kezdődhet el. Az itt élő időseknek, az itt dolgozó kollégáknak is egy régi, hosszú évtizedes álma válhat valóra. Itt is egy energetikai korszerűsítés fog megvalósulni nyílászárók cseréjével, a hőszigeteléssel, a fűtési rendszernek a korszerűsítésével, speciális szellőztetési rendszernek a kialakításával, nővérhívó rendszernek a beépítésével, és még persze lesznek olyan egyéb apró szépítészetek, amelyek nagyon széppé élhetővé teszik majd ezt a közösséget. Csak a Kovácsköri Időskorúak Otthona felújítására 600 millió forint áll rendelkezésre a területi operatív programból. Összességében a már megvalósult beruházásokkal együtt közel 1 milliárd forintot költenek a szociális intézményrendszer fejlesztésére Hódmezővásárhelyen. Ez azt jelenti, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig valamennyi korosztály számára jobb körülmények biztosíthatók. Igyekeztünk tényleg az állagmegőrzésen túl tényleg mindenkinek, vagy lehetőség szerint nagyon-nagyon sokaknak a szolgálatára lenni ezekkel a felújításokkal. Bárint Gabriella kiemelte, bár lehetnek olyanok, akik valami miatt kimaradtak a segítségnyújtásból, mégis a szociális ellátórendszer és háló erősnek számít Hódmezővásárhelyen. Március 7-én betegsége miatti távolléte alatt felmentette jegyzői feladatai alól dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyzőt, Márkizay Péter. A város polgármestere közösségi oldalán viszont azt írta, egyetértésben döntöttek a munkából való felmentés mellett. A jegyzői és aljegyzői pályázatokat már kiírták, ideiglenesen a jogi iroda vezetője látja el a jegyzői feladatokat. Hódmezővásárhely új polgármestere bár korábban együttműködést ajánlott, amellyel a város érdekében élni is kívántam, március 7-én szerdán váratlanul mégis felmentett főjegyzői feladataim alól. A 41 évnyi közszolgálati pályán végén betegszabadságom alatt kézbesítették a felmentésemet, amelyet tudomásul vettem, áll dr. Korsós Ágnes közleményében, amelyben a korábbi főjegyzők köszönetet mondott Hódmezővásárhely és Márté lakosságának, képviselő testületeinek eddigi támogatásukért és segítségükért, arra kért mindenkit, hogy tehetsége és tudása legjavát adva tegye a dolgát továbbra is Hódmezővásárhelyért, majd megköszönte munkatársainak az együtt töltött éveket. Dr. Márkizay Péter Facebookon írt a címzetes főjegyző felmentéséről. Bejegyzése így szól. A polgármesteri hivatal működő képességének fenntartása érdekében egyeztettem a betegszabadságon lévő jegyzőasszonnyal, és vele közös egyetértésben
Az ő munkából való felmentése mellett döntöttünk. Tanácsait, segítségét és hosszú éveken át tartó munkáját hálával köszönöm, valamint ha ezt az általa már régóta várt nyugalmasabb időszak megengedi, szeretettel várjuk vissza tanácsadói vagy más minőségben, szakértelmére és segítőkészségére, ez alatt a rövid idő alatt is támaszkodhattam, írja Márki-Zay Péter. A jegyzői feladatokat a jogi iroda vezetője vette át, a jegyzői és aljegyzői pozíciókat pedig meghirdetik. Kósós Ágnes 1991-től volt a Hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal irodavezető helyettese, később irodavezetője, majd jegyzője, 2010-től pedig címzetes főjegyzőként látta el munkáját. 2013-ban a magyar közigazgatásban végzett több évtizedes szakmai és közösségi munkájának elismeréséül a Magyar Érdemrend tiszti keresztje állami kitüntetést is megkapta. Meghosszabbították a Cegléd üggyel kapcsolatos kártérítési igény beadásának határidejét, közölte Égető Gábor, a Hódmezővásárhelyi járási hivatal vezetője. Az eredeti jogszabály szerint február 28-ig lehetett beadni a Ceglédi ügy károsultjainak a kártérítésről szóló igényüket. Égető Gábor elmondta, ezt a határidőt meghosszabbították, ugyanis például Csongrád megyében eddig csak 5-en adták be a dokumentumaikat. Ezt a február 28-as határidőt egészen június 30-áig meghosszabbították, tehát eddig az időpontig várjuk, illetőleg az ország bármely kormány ablaka várja a károsultakat, itt a kollégáim fogadják őket, átveszik az ezzel kapcsolatos dokumentumokat és a kéremet továbbítják a döntésre rendelkező szer felé. Mint ismeretes, a DK korábbi képviselője, Ceglédi Csaba és 13 társa ellen költségvetési csalás miatt nyomoznak. Mivel a politikust Vas megyében független képviselőjelöltként nyilvántartásba vették, az ügyészség felfüggesztette a nyomozást. Egy nemrégiben megjelent hír szerint azonban a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája hétfőn 30 napra elrendelte Ceglédi Csaba előzetes letartóztatását. Szanka Ferenc az MTI-nek elmondta, hogy a bíróság osztotta az ügyészi álláspontot, amely szerint a gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye. Hallgatottsági rekordot döntött országos szinten is a Rádió 7. A Hódmezővásárhelyi adó az idén is kiérdemelte a leghallgatottabb vidéki rádió címet, azaz az itt élők közel 60%-a a helyi kereskedelmi rádiót és kevésbé az országos adókat hallgatja. Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Égető Gyula és mögöttem egy 22 fős csapat. Büszke munkatársaira és hálás nekik az elért eredményekért a leghallgatottabb vidéki rádió tulajdonosa, Égető Gyula. A Hódmezővásárhelyi Rádió 7 ugyanis az ország legerősebb vidéki rádiója. Egy idei szakmai felmérés szerint a város 59,7%-a hallgatja az adót. Érdekesség, hogy a városban egyetlen más országos rádió sem érte el a Rádió 7 napi hallgatottságának még felét sem. Égető Gyula elárulta, tavaly egész évben ugyanezeket a hallgatottsági adatokat hozta. Az is érzékelhető, hogy országszerte egyre népszerűbbek a helyi adók. A helyi rádiózásnak véleményem szerint egészen hosszú, beláthatatlan ideig még van jövője, hiszen az emberek mindig igénylik azt, hogy meg legyen szerkesztve, és igénylik az információkat. Nyilván, hogy van, akinek a munkájával együtt jár az, hogy számítógép előtt üljön, de a számítógép előtt ülők is nagyon sokat használják a rádiót, mint információs forrás. A Rádió 7 tulajdonosa úgy érzi, átalakulóban van a kommunikációs piac, és mivel fogékony az újításokra és az innovációra, ezért a rádiózás megtartása mellett most egy új projekten dolgozik. Nyilvánosan most jelentem be először, hogy áprilistól indítjuk egy teljesen új kommunikációs felületet, aminek a előmunkái már folynak, mert valahol azt gondolom, hogy az internetes hírportáloknak az ideje lejárt. Úgyhogy ezzel az új kommunikációs csatornával fogunk indulni. Nem lesz egyszerű, nem lesz könnyű, de legalábbis azt látom, hogy erre kell, a mobileszközök felé kell a kommunikációnak eltolódni. A vadonatúj kezdeményezéséről részleteket még nem árult el, de azt elmondta, az ország legjobb média felület fejlesztő cégével dolgozik most együtt. A helyi média a helyi identitástudatot erősíti, ezért a szerkesztőségvezető úgy véli, meg kell becsülni a helyi kommunikációs forrásokat.
A felelősségteljes gazdálkodás, a pénz világának megismerése és az abban való eligazodás a célja a pénzhét elnevezésű országos rendezvény sorozatnak, amelyben 7-től 14 éves diákoknak tartanak különleges tanórákat ebben a témában. A kezdeményezéshez a Varga Tamás általános iskola is csatlakozott. A pénziránytű alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja a Pénz 7 programsorozatot, melyhez évek óta csatlakozik a Vásárhelyi Intézmény. A héten a Varga Tamás általános iskola minden diákja különböző feladatokon és szituációs játékokon keresztül tanulhatott a hétköznapi életben is megtapasztalható pénzügyi folyamatokról és helyzetekről. Idejében okosan a hitelekről címmel került kidolgozásra a tananyag, amit mi papír alapon is megkaptunk, és ezt használjuk fel tanórákon, a felső tagozatos tanulóknál az okosan a hitelekről, a kisebbeknél pedig a családi gazdálkodásról beszélgetünk. Így például a hitelfelvétel menetével, az általános visszafizetési szabályokkal és olyan alapfogalmakkal is megismerkedhettek a gyerekek, mint a THM. A tanórák azonban nem csak a banki folyamatok bemutatásáról szóltak, hanem arról is, mikor és milyen helyzetben érdemes kölcsönt felvenni. Egy nagyon érdekes gondolatmenet, ami javaslatként is megfogalmazódik ezen tananyagokban, hogy spóroljunk inkább egy-egy dologra, vagy hitelt vegyünk föl. Tehát felelősségteljesen döntsünk, mert van ennek jelentősége, és persze van, amikor a megoldás egy hitel, de ha például egy új telefont szeretnénk venni, akkor is jó, még jó működő a másik is, akkor valószínűleg érdemes arra inkább spórolni. A program célja, hogy minél korábban megismertessék a gyerek a pénzügyi és banki folyamatokat, hogy később felnőttként megalapozott anyagi döntéseket tudjanak hozni. Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Az esti órákban tovább csökken a felhőzet, hajnalra sűrű köd alakul ki. Fagypont körül várhatóak a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékleti értékek. Pénteken sok felhőre, kevés napsütésre számíthatunk, csapadék azonban nem várható. A délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet már 13 Celsius fokig emelkedik.